következő hozzászólónk Apáki István képviselő úr, a Mi Hazánk frakciójából. Megadom a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt országgyűlés, egy rendkívül fontos és érzékeny témakör és vita. És szögezzük le rögtön az elején, hogy semmi sem fekete-fehér. Csak fekete vagy csak fehér. Az sem igaz, hogy népmesei hősök állnak szemben a pokolbéli ördögökkel, és a rossz és a jó vívná itt régi vagy ősi harcát. Én nagyon sok minden nem az, aminek elsőre látszik, illetőleg a mindkét oldalról a dezinformációk, a félrevezetés, a félretájékoztatás, azok igencsak pusztító fegyverek. Nagyon sok honfitársunk, nagyon sok magyar választópolgárnak alapvető információk hiányoznak ahhoz, hogy teljes egészében tudja látni ezt a rendkívül bonyolult kérdést. Azt leszögezhetjük, hogy gyakorlatilag itt formálisan egy orosz-ukrán háború zajlik, de gyakorlatilag ukrán területen, Ukrajna területén az Oroszország és az Amerikai Egyesült Államok vív egy háborút. Egy Oroszország, illetve az Amerikai Egyesült Államok és az ő nyugati szövetségesei vívnak egy új háborút, az új világrend helyzetének, pozíciójának hosszú távú eldöntése érdekében. Az Amerikai Egyesült Államoknak ebben a háborúban semmi sem drága. Ők aztán nagyon hősiesen harcolnak az utolsó csepp ukrán és kárpátaljai magyar vérig. Ők nagyon hősiesen harcolnak az utolsó szál ukrán és kárpátaljai magyar katonáig. Több ezer kilométerre biztonságos távolságban az ő hazájuktól megint sikerült kirobbantaniuk egy háborút, vagyis ebben nagyon komoly szerepük van. 2013-tól kezdődően lehet, hogy a kormánypárti képviselőknek ezt nem szabad kimondani, ez kínos vagy nemzetközi külügyi diplomáciai vitákhoz vezetne. A Mi Hazánk mozgalom azonban nem beszél mellé. Eddig sem beszéltünk mellé, és ezután sem fogunk. Tehát azért az, hogy ez a háború kitört, hogy idáig fajult a helyzet, hogy az, amit a történelemkönyvek lapjáról ismertünk, vagy éppen mozivászakon láthattunk, az gyakorlatilag a napi véres valóság Ukrajnában, azért Oroszországot és az Amerikai Egyesült Államokat felelősség terheli, mind a kettőt. A CIA, a különböző amerikai titkosszolgálatok felelőssége, akár büntetőjogi értelemben is, ami persze soha nem lesz számon kérve, jól tudjuk, is elévülhetetlen, a 2013-as eseményektől kezdődően, hiszen ők csak azt fogadják el demokratikusnak, amit ők éppen annak tartanak. Ez pontosan ahhoz hasonlít, ami kapcsán egyébként én már javasolom, amúgy is most a párt név módosítások időszakát éljük. Ugye a Jobbik most már Jobbik Konzervatívok néven fut, éppen egyébként aktuális lenne, ha a zárójeles megjegyzésemet folytathatom, hogy mondjuk a Párbeszéd is megváltoztatna nevét mondjuk monológra, mert a saját véleményükön kívül őket a világon semmi más nem érdekli. Minden az övékétől eltérő vélemény az szélsőséges, náci, fasiszta, rasszista és én nem tudom még mi. Illetőleg azt is látjuk, hogy most már az MSZP-sekből patrióta szociáldemokraták lettek, hát igazán különleges. Igazán különleges ez a koratavasz, de zárója bezárva. A leghelyesebben, legjobban akkor tesszük, hogyha nem orosz párti, nem ukrán párti, nem amerika párti, hanem elfogultan és karakteresen magyar párti álláspontot foglalunk el. Természetesen beletartozik ebbe a csonkahon az anyaország helyzete, és beletartozik a kárpátai nemzettestvéreink érdekeinek, amennyire ez lehetséges egyébként a mi pozíciónkból nézve, legteljesebb képviselete, érdekképviselete. Nagyon hiányoltam a baloldal valamennyi frakciójának, valamennyi képviselőnek eddig hozzászólásaiból, hogy nekik kevésbé tűnik az fel, vagy kevésbé fáj, amit mondjuk a háború kirobbanása előtt a kisebbségekkel művelt az ukrán állam. És akkor itt megint tegyünk egy pontosítást. Amikor ezeket a kemény szavakat mondom, véletlenül sem keverem össze az ukrán katonai és politikai vezetés néhány főszereplőjét és főkolomposát az ukrán néppel, az ukrán emberekkel. A kettő között nagyon komoly különbség van. Mit műveltek az orosz kisebbséggel? Mit műveltek az egyébként más nemzetiségű, nem ukrán ajkú kisebbséggel? Hogy tiporták páros lábbal az egyén és kollektív szabadságjogokat a kárpátaljai magyaroknak is? Aztán az a cinikus, pofátlan és szintén háborús bűnös hozzáállás van a részükről, hogy akik nem tanulhatnak az anyanyelvükön, akik nem tanulhatnak magyar iskolákban, azok azért arra jók, hogy meghalljanak a fronton egy olyan háborúban, és ebben nincs igaz a gyöngyösi képviselőnek, ami az amúgy semmi közük.
A világon semmi közük. Arra jók, hogy ágyú tölteléknek, hogy olyan egységek soraiban harcoljanak, ahol a legnagyobb az élőerő vesztesége, arra alkalmasak. Összefogdossák őket az utcákon. Az a baloldal szerint nem tartozik a háborús bűnök kategóriájába. Nem háborús bűn felrobbantani, meg emberiség elleni, vagy emberiség elleni bűntet felrobbantani az Észak-államot. Ott kinek át érdekében, tisztelt képviselőtársaim, nem macskázunk, nem beszéljünk mellé. Az Amerikai Egyesült Államoknak nincs objektív bizonyítékunk. Az Amerikai Egyesült Államok, vagy valamelyik nyugati szövetséges érdeke lehetett. És nem azért mondom ezt, mert orosz párti vagyok, mert vagy a Mi Hazánk mozgalom orosz párti lenne, józan parasztésszel kellene gondolkodni, de nem csak nézni kell, hanem látni is, tisztelt képviselőtársaim. A legjobb fegyver a józan parasztész, nem a mesterséges intelligenciában kell benne bízni, hanem a természetes intelligenciában. A józan szatmári parasztember eszében, általában józan magyar parasztemberek eszében. És eszével kellene gondolkodni. Nem kell itt elmenni sem orosz, sem ukrán, sem amerikai párt irányba. Vegyük észre, az egész történelmünk arra tanított meg minket, hogy csak magunkra számíthatunk. Egyedül vagyunk. Kizárólag magunkra számíthatunk, senki másra. Miről szólt még a történelmünk? Hogy jó tetteinknek nem, soha nem, csak hibáinknak és esetleges bűneinknek volt ára. Azt elfelejtük, hogy ez az ország mennyi áldozatot hozott csak az elmúlt több mint egy esztendőben. Hány százezer menekültet befogadtunk, nagyon helyesen tettük, származásra való tekintet nélkül. Mennyi különböző segítséget vittünk, segítettünk az ukrán embereknek. Származástól, vallástól, mindentől függetlenül, nagyon helyesen tettük. Alapvető erkölcsi kötelességünk volt. Ezt valahogy mégis elfelejtik a nyugati hatalmak, valahogy mégis elfelejtik az Amerikai Egyesült Államok. És igen. Valamennyi oroszok által elkövetett háborús büntetet meg kellene büntetni. Meg kellene torolni. Elévülhetetlen bűncselekmények, büntetjogi értelemben is. Nagyon helyes lenne. De akkor az is helyes, ha azt mondjuk, hogy az ukránok által elkövetett háborús bünteteket is meg kell torolni. Adott esetben a 2022. február 24-e előtt elkövetett emberiesség elleni büntettek elkövetőit is felelősségre kellene vonni, mert így hiteles és így kerek. És az Amerikai Egyesült Államok által elkövetett háborús bünteteket is meg kellene torolni. Hány amerikai elnök ülhetne tényleges életfogytiglani szabadságvesztésre, tisztelt képviselőtársaim? Irak, Afganisztán. 90-es években mi Jugoszlávia. Ők megtehetik azt, hogy hamis vagy hamisított titkosszolgálati jelentésekre hivatkozva demokrácia export keretében megtámadnak országokat csak azért, mert nekik nem tetszik az ottani vallási, politikai meg egyéb berendezkedés. Nekik mindent lehet, mert ők az Amerikai Egyesült Államok. És az általuk elkövetett háborús büntettek azok gyakorlatilag soha nem kerülnek felszínre. Ki vetett be atomfegyvert az emberiség történelme során, mondjuk az elmúlt 70-80-100 esztendőben? Nem az Amerikai Egyesült Államok? Nem az Amerikai Egyesült Államok? Mert nem bírta elviselni, hogy támadásért. Olyan támadás, amit ők aztán évtizedeken keresztül folyamatosan elkövetnek más nemzetek, más országok, más hadseregek, más célpontok ellen. Nekik lehet. Következmények nélkül. Úgyhogy amikor a háborús büntettekről és azok következményeiről beszélünk, ezek nagyon súlyos kérdések, akkor legyünk korrektek. És akkor mérjünk egyenlő mércével, mert az a szemét rasszista és az a büdös náci, aki áldozat és áldozat, vagy elkövető és elkövető között származás vagy hatalmi erőpozíció alapján tesz különbséget. Amellett, hogy még gyáva is. Nehogy már azon múljon, vagy az persze, talán egy nagy felvetés a részemről is, hogy valaki felelőssége vannak, vagy nem, hogy éppen még politikai oldalhoz tartozik, vagy milyen politikai hátszele vagy ereje van, persze, hát ezen múlik. Az Amerikai Egyesült Államok több elnöke soha nem látná meg a napot, hogyha valóban betű szerint alkalmaznánk a nemzetközi jog előírásait. És tudom, hogy nekem jobb oldal ellenzéki képviselőként sokkal könnyebb ezt kimondani, hiszen azért 103 esztendővel ezelőtt ezt az országot a középhatalmi státuszból, az európai középhatalmi státuszból a gyenge vagy csekély hatalmi státusszal rendelkező országok közé lökték vissza. Többek között azok, amit nagyrészt azoknak is köszönhetünk, akik most oly nagy hévvel elítélnek minket, de azért hadd ostorozzam a Fidesz-KDNP képviselőit is. És hadd utaljak vissza arra, amit a Mi Hazánk mozgalom elnöke Toroszkai László egy másfél órával ezelőtt felvetett, hogy mi a helyzet, tisztelt hölgyeim és uraim, a szlovák védelmi miniszter minap tett kijelentésével. Akkor esetleg
megtiszteltetésnek venném, hogyha még valaki, vagy megismételni volik képviselő, vagy más is válaszolna, hogy folyik-e ukrán katonák kiképzése Magyarországon, és hozzáteszem, hogy sutyiba engedünk át fegyverszállítmányokat. Az most egy életveszélyes játék, a szó legszorosabb értelmében nincs kedvem poénkodni, mert orosz rulett lenne, hogy egyik oldalon mondunk valamit, hogy mi aztán elzárkozunk, tényleg semlegesek vagyunk, amúgy tényleg semlegesnek kellene lennünk, maradnunk, és itt nincs kiképzés, nem engedünk át fegyvereket, aztán valahogy kerelőutakon, mellékutakon, ott valahol Borsodabói, Zemplén megye környékén, vagy esetleg más pontokon mégiscsak átengedjük. Nincs erre semmi szükség. Max annyit érhetünk el, hogy a lehető legnehezebb helyzetbe kerülünk. Úgyhogy amikor itt oly hevesen bírálják baloldalról a háborús büntettek kérdését, meg az agresszió kérdését, akkor az elmúlt évek, évtizedek agresszióra tekintsünk vissza, és akkor valóban mérünk egyenlő mércével, és nem kettős mércével, vagy ahogy önök szoktak. Azzal együtt, hogy naivitás lenne azt gondolni, hogy Oroszország ki fog vonulni azokról a területekről, amelyeket elképesztő anyagi és ember áldozatokkal megszerzett. Nem azt mondtam, hogy ez helyes, csak azt mondtam, hogy naivitás azt követelni, hogy vonuljanak a Krimből, meg ezek szerint valahol elhangzott, valaki mondta a vita során, hogy jelen pillanatban Ukrajna, talán éppen Simicskó frakcióvezető úr, hogy Ukrajna területének jelenleg 18%-át foglalták el az oroszok. Hát nem egy százalékot, egy négyzetcentimétert nem fognak feladni. Hát az előbb azt mondtam, hogy tekintsünk vissza a saját történelmünkre, csak és kizárólag magunkra számíthatunk, hogy ennél a részt én mondtam ezt. Hát akkor tekintsünk vissza egy kicsit az oroszok történelmére is. Hát soha az életben, ha csak katonai erővel onnan ki nem szorítják őket, ők onnan ki nem vonulnak. És tudjuk azt, hogy Putyin számára is vállalhatatlan lenne egy ilyen vereséggel felérő visszavonulás vagy önfeladás, és akkor maradjunk a politikai realitásoknál a jövő évi oroszországi választások előtt. Hát ne tegyünk már úgy, mintha politikai amatőrök lennénk, ne tegyünk már úgy, mintha nem látnánk a valóságot. Nem fognak az oroszok onnan kivonulni. A szó nemes értelmébe vett alkú vagy szebb kifejezésére vett egyesség vezethet a békéhez, tisztelt hölgyeim és uraim. Bárki felszólíthatja az oroszokat a kivonulásra, nem fognak kivonulni. Amikor több százezer katonáik meghalt, nem tudjuk, hogy mennyi, mert a folyamatos dezinformáció, hamis és hamisított jelentések tengerében nem lehet tisztán látni. Sőt, ők azon vannak, hogy előbb indítsák meg a tavaszi hadjáratot, mint ahogy a nyugati segítség odaér az ukránokhoz. De ha már itt tartunk, akkor az ukránoknak sincs túl nagy szerencsé, hogy ilyen vészterhes, végzetteljes időkben olyan elnököt fogtak ki, mint a nemrég még női ruhákban táncoló Volodymyr Zelenszky. Aki persze nagy évben elkerül a frontvonalat, de a most már gyakorlatilag szerintem teljesen körbezárt Bakhmutnál akár 10 000 katonát is képes feláldozni. Közt a rengeteg 15-16 éves gyereket, meg 60 év fölött idős embereket. Neki teljesen mindegy. És akkor ne csak nézzünk, hanem lássunk is. Mi Volodymyr Zelenszky foglalkozása? Színész. Egy szerepet játszik. Egy szerepet játszik, jól fizetett szereplő, hozzáteszem. Ahhoz persze nincs bátorsága, hogy a fronton harcoljon, hogy hiteles szereplő, vagy hiteles színész legyen. De uszit. Ő sem harcol a fronton, ezt egyébként Simicskó kifejezetten összefoglalta. Akik kirobbantják, előidézik a háborúkat, azok maguk nyilván nem harcolnak, az ő fiaik sem harcolnak, a gyermekeik sem harcolnak, a harcolnának nem robbantanák ki a háborúkat. Nem fekete vagy nem fehér, ezt tisztelt hölgyeim és uraim. Maradjunk ki a háborúból, adjunk meg minden humanitárius segítséget, adjunk meg minden létező segítséget az Ukrajnából érkezőknek, álljunk ki a kárpátaljai magyarok mellett, bár nagyon korlátozottak az eszközeink és a lehetőségeink, mert a legnagyobb kiállás most az lenne, hogy meg tudnánk akadályozni, hogy ne vigyék el őket a frontra, egy olyan háborúba, meghal, amihez semmi közük. Mert semmi közük, ez nem az ő háborújuk. Akárhonnan is nézzük, hogy próbáljuk ragozni. És végül, de nem utolsó sorban, hadd rágráljuk itt a előttem elhangzott utolsó vezetőszónoki felszólalása, mert azért mégiscsak mindennek van egy határa. Gyöngyösi képviselőnek sajnálom, hogy nincs, hogy semmiféle erkölcsi alapja nincs arra, hogy az 56-os lyukas zászlót emelgesse itt, meg mutogassa a gyűlésteremben, amikor
a tavalyi választásokra azzal a szövetséggel indult, amelyikkel pontosan azoknak a szellemi utódai és örököseivel, akik annak idején az ellenség oldalán harcoltak. Köszönöm.